Sziasztok! Én Zoli vagyok, és ez itt a Zöld Pokol. Rákos Palotán megszólalt a Flex, így magától értetődik, hogy mindenképpen most kell elkezdenünk forgatni egy rövid kis Zöld Pokol videót. Ez csak egy amolyan ajánló lesz a hétvégével kapcsolatban. Akik követik a Zöld Pokol YouTube csatornáját, vagy bármilyen más felületét, azok tudhatják, hogy ezen a héten szombaton, június 11-én a Zöld Pokolnak 60-ban lesz jelenése, a Retro Partizánok nevezetű hatalmas, globális, óriási retro járműsón. Nem elég, hogy jelenésünk lesz ott, egyrészt forgatni is fogunk majd később leadásra kerülő anyagokat, másrészt két élő bejelentkezésünk is lesz aznap erről a 60-i régi járműves fesztiválról, és ennek az időpontjait szeretném most nektek elmondani. Az első időpont június 11-én délelőtt 11 órakor lesz. Ekkor fél órában a kiállítás hivatalos részét fogjuk nektek bemutatni, a Veterán Zsiguli Egyesület segítségével, illetve az ott található különböző márka és típus standok segítségével, némi szakértői közreműködéssel. 14 órakor pedig a Zöld Pokol Facebook oldalán láthatok egy szintén körülbelül fél órás élőbejelentkezést, amit pedig a Retro Partizánok retro vendégparkolójából fogunk nektek elkészíteni, illetve prezentálni. Ott ugyanis lesz egy olyan parkoló, ahol minden olyan vendég találhat az autójának helyet, reményeink szerint, akiknek az autója 1995-nél régebbi évjáratú. Úgy gondolom, hogy ott is biztos lesz jó néhány nagyon érdekes jármű. A Retro Partizánok mindig is arról volt híres, hogy leginkább a keleti blokk, a volt szocialista országok járműveit mutatja be, azonban nyugati autók nélkül sem fog maradni a nagy érdemű, és itt is sem. A keleti blokk autói közül csak kedvcsinálónak érdekességnek elmondok néhányat. Lesz ott egy 1970-es, tehát első gyártási évből származó 2101-es Zsiguli. Aztán lesz ott egy Seat 124-es, hogyha ismerős valakinek a név, az nem véletlen. Ez ugyanis mondhatjuk ilyen erősen clickbait kifejezéssel, hogy a spanyol Zsiguli, ez ugyanis a Fiat 124-esnek nem az orosz, vagy az oroszok számára készített változata, hanem a Seat által licencben gyártott változata. Ez egy 1969-es, tehát még a Zsigulinál is egyel régebbi éveratú jármű. Lesznek zaporozsetek, ott lesz az a gyönyörű kék Volga is, de a nyugati autókról sem kell megfeledkeznünk, ahogy már említettem, lesz például C107-es Merci, ez a Bobby Mercinek, tudjátok, a Dallasból, a sima keménytetős kupé változata, 635 CSI BMW, 911-es, illetve 356-os Porsche is, vagy akár egy jó Kadett GSI, mindenki meg fogja találni szerintem a szája ízének való járművet, motorok is lesznek, tehergépjárművek is lesznek, mentőautó, tűzoltóautó, rendőrautó. 11-én tehát, ha tudtok, akkor tartsatok velünk a Zöld Pokollal, 11 órától itt a YouTube-on, 14 órától pedig a Facebookon, és ha tudtok, akkor gyertek el személyesen is 60-ba, péntek, szombat, vasárnap, háromnapos a rendezvény, ingyenes, és ha egy kis szerencsétek van, és eléggé időben érkeztek, akkor talán még a retro vendégparkolóba is befértek az 1995-nél régebbi éveratú járműveitekkel. Szombaton 60-ból jelentkezünk, ott találkozunk, illetve itt, meg a Facebookon, addig is, sziasztok!